Anyai ágon örmény, apja révén grúz származású deák nonna. Az egykori Szovjetunióban, Szocsiban és Groznyban tanult. Itt végezte a festőakadémiát. Hajdúszoboszlón több mint egy évtizede él. Pár éve letette az állampolgári esküt is. Szereti Magyarországot, és ennek festői bizonyítéka ez a kiállítás. Itt is vagyok otthon, és ez a hazám. És szeretek itt élni, szeretem ezt a város, az embereket itt, és így a szívem úgy diktálta, hogy itt most nem a múlt, hanem a jelen. A jelenből van három kép, ami Szoboszló, három fontos helyszín. Igen. Hát úgy éreztem, hogy miért ezeket a helyszínek? A virágok miatt. Mert mindenhol szép, én mindenhol szeretem, nem csak a valami jelképes helyeket a Szoboszlón, szeretem a zöldségpiacot, és mind tényleg olyan otthonias az egész város, csak kifejezetten azért választottam ezeket a helyszíneket a képekhez, mert éppen olyan jól néznek ki ott a virágok is. A kiállítást megnyitó művészettörténés szerint minden választásnak megvan az üzenete. Feltűnt az, hogy korábbi anyagaiban tulajdonképpen amelyeket én láttam, illetve amelyről értesültem, mindig szerepeltek a szülőföldhöz valamilyen módon kapcsolódó képek, Szocsi emlékek, ott jellemző fák, épületek, tenger, part, tehát a szülőföld szűkebb, tágabb értelemben egyaránt megjelent. Ebből a kiállításból viszont hiányoztak, és nem is csak, hogy hiányoztak ezek a szülőföldképek, hanem helyette a választott hazájának a képei jelentek meg egy kis csoportban, a három hajdúszoboszlói városinteriőr, ugye a harangháza, a főtér, strandbejárat, három szimbolikus, emblematikus képe Szoboszlónak a többi között, és ez a választás valamilyen üzenetet tolmácsol. Most, ha a festő számára a képi kifejezés az a jelen állapotának, vagy az azonosságának, a saját identitásának valamilyen tükrözője, akkor ennek azt a jelentést tulajdoníthatjuk, hogy a nosztalgia, azaz a múltidézés helyett a jelen idő szólal meg, és a jelen boldogságát nem feltétlenül az a három szoboszlói kép tükrözi, hanem ezt az egész anyagot körbeölő virágoknak a sokasága, és a virágok sziporkázása, különböző érzelmi minőségeinek a kibomlása, kibontakozása. Tehát a virágokkal együtt a lovak tisztaságával, vagy a lótekintetek tisztaságával együtt mondhatjuk azt, többé-kevésbé nagy biztonsággal, hogy ezt a nosztalgikus, ebben az értelemben szomorkás életérzést inkább a jelen idő és a jelen idő kiteljesedése, és a jelen idő, ha nem is boldogságnak nevezünk, de mindenféleképpen a jelen idő öröme váltotta fel. Deák nonnánál a virágok és a lovak a valóságban és jelképként egyaránt fontosak. Nonna a virágokat és a lovakat egyaránt tökéletesnek tartja. Utóbbiakat a hortobágyon kedvelte meg. Szilajságuk, szabadságuk lenyűgöző. Sajnálom, hogy az ember elvette azt a szabadságot a lovaktól. Már nyilvánvalóan megértem, hogy annak történelmi előzmények vannak, de ők szabadok. Szerintem még akkor is szabadok, ha ember ül rajta. A természete akkor is, a szeme akkor is azt hangsúlyozza, hogy nem igen van neki gazdája. Legalábbis én így akarom hinni. Korábban voltak a lovak, és itt említettem, hogy szinte ösztönösen jutott eszembe az a hasonlat, hogy a lovak tekintete virágzik a szélben, vagy valami hasonló, most már nem emlékszem rá, a metaforára utalva, és akkor, amikor a lovakból következtettem ki ezt, még nem tudtam, hogy itt virágokkal lesz körbeölelve a lovak ciklusa.
Tehát szükségszerű volt, hogy ebben a úgynevezett transzcendens mezőben, amit a ló és az ember találkozása a lovak tekintetében, vagy egy ősi tisztaságban, meg kell, hogy jelenjen a virág által jelképezett emberi minőség. Tehát szükségszerű volt, hogy a lovak mellett virágok legyenek. És a kettő ellenpontjában és harmóniájában ott van, ott szárnyal, vagy ott teljesedik ki maga az alkotó, a művész. Főként éjjel fest, a csendéletekké rendezett virágcsokrok álmait is jelentik. A virágok igaziak, környezetüket a képzelet szülte. A vásznon megjelenik a végső valóság.